A turizmus történetének legrosszabb évét zárta 2020-ban. A nemzetközi utazások száma 74%-kal csökkent az egy évvel korábbi eredményekhez képest a koronavírus járvány miatt. Sajnos több utazási iroda is bezárt. Városunkban is megszűnt az egyik nagy múltú, sokak által kedvelt utazási iroda. A visszaesés legnagyobb mértékben Ázsiát és a Csendes-óceán térségét érintette, a turizmus 84%-os csökkenésével és 300 millióval kevesebb utas érkezésével. Európában 71%-os zuhanást mértek, az utazók száma 500 millióval volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A járvány a turisztikai ágazatban több mint 100 millió munkahelyet sodort veszélybe a világon, mutat rá a szervezet. A jelentésben azt írták, az egészségügyi helyzet hatására sok ország az idén újból szigorúbb utazási korlátozásokat vezet be. Kötelező tesztek, karanténok és egyes esetekben határzárak nehezítik a nemzetközi utazások újraindulását. Ugyanakkor várhatóan a koronavírus elleni vakcinák fokozatos érkezése segíteni fog helyreállítani a fogyasztói bizalmat, rugalmassá tenni az utazási korlátozásokat, és így az év során lassanként normalizálódhat a helyzet. Véleményük szerint a biztonságos utazás előremozdításához elengedhetetlen a koronavírus terjedésének kockázatát csökkentő intézkedések, köztük a tesztek, az utánkövetés és az oltási igazolások harmonizálása, összehangolása és digitalizálása. A Világszervezet közölte szakértői csoportjának felmérését is, amelyben a megkérdezettek 45%-a számít az idén jobb évre a tavalyinál a turizmus szempontjából. A válaszadók 25%-a szerint ugyanolyan, 30% szerint pedig a tavalyinál is rosszabb eredmény várható. Előrejelzésük szerint elsősorban a természetközeli és szabadtéri tevékenységek iránti kereslet és a belföldi turizmus élénkülése várható.